Sziasztok, köszönöm, aki nem mindenkit, Piroska, megállóhelyről, vasúton, ez a Szolnok-Kecskemét vasútvonalon van. Azt hiszem, hogy jól mégszok, ez a 145-ös, de lehet, hogy a 146-os most. Nem tudom most hirtelen tényleg megmondani, hogy melyik a kettő közül. De javaslom, nézzük is meg mindjárt a megállóhelyet. Ugye látjátok, itt van maga a tábla, ennyi, Piroska megállóhely. Ott megiszik a trágyát, hogy mondnak. Nem az, hanem van. Nem? Látod, itt van egy fénysodompós útátjáró. Még a túloldal felé nézünk, arra fele van Szolnok. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mi van még itt. Elvileg van egy kiragasztott menetrend. A hagyományos rajtpapírfajta. Igen, nézzétek meg. Tehát azt mondja, hogy mostanában nem fog vonat jönni. Hát látjátok, olyan hatalmas nagy forgalom itt nincsen. Tehát van, tehát 10:37-kor elmegy egy vonat, és 18:24-ig nem jön ide semmi. Hát nem tudom, hogy ez a 8 órás menetrendi lyuk, ez kinek jó, meg kinek nem. Ez pedig szerintem a megállóhely épülete lehetett valamikor régebben. Értem, hogy most is az. Ja, hát igen, ez volt szerintem a WC. A kettő, ez le van zárva. El tudom képzelni, hogy ez most magánlakás és laknak benne, mert igen, látjátok, ott parkol egy autó. Mondjuk biztos laknak itt, mert látok, hogy a kutya is van meg elkerített a belső udvar. Majd az utcafrontot talán még megnézem. Azt lehet is. Nem tudom, most vonatmentes időbe jöttem pont, tehát most vonat el nem fog jönni. Viszont arrafele még szerintem lehet érdekeseket találni, úgyhogy ezen a földúton majd el fogok még menni. Ez pedig itt mellettünk egy GSMR torony. Ja, de a GSMR ez a mobil, tehát az a vasútnak a kommunikációját szolgálja, tehát az a GSM Railway, tehát azt hiszem, vagy Railway, vagy hasonló rövidítés van a GSMR-nek. Tehát ez ilyen vezeték nélküli kommunikációs eszköz a vasúton. Még úgy tudom, hogy nincs élesítve, vagy legalábbis nem mindenhol, de ezeket a tornyokat már felépítik. Most mindjárt megnézzük még a megállóhely épületét. Olyan megállóhelynek az utcafrontját nem tudjuk megnézni, mert az már teljesen be van építve, és laknak is benne, tehát szerintem nem fogok arra elmenni. Itt mellette van még egy telep, ami is érdekes lehet, aztán egy 120 kV-os vezeték, és akkor itt az egy transformátor telep mellette. És akkor ezt nézzétek, ez még Piroskához tartozik. Még itt érdekes, ott a háttérben van a 4-es út, és ez pedig itt egy ilyen kis mini rendezőpályaudvar. És nézzétek, van is itt egy két vasúti kocsi. Ezek valószínűleg selejtek, és valószínűleg azért tárolják itt őket, hogy a magas fogadóra már férnek be, de van, mindjárt megnézzük őket. Ez látható, hogy itt nagyon rendezés ellenőrző, ez valószínűleg egy ipartelepet szolgált ki régebben, vagy talán még most is kiszolgálja. És ahogy látom, a sinek fényesek, tehát azért a ritkán is, de van itt forgalom. Viszont azt is el tudom képzelni, hogy már csak ilyen selejtkocsik rohasztására használják. Nem tudom, ezt nézzétek meg, a 317-es, ez például egy vezérlőkocsi. És itt még mellette, még van egy-két érdekesség, nem mindjárt megnézzük őket. Hát a szemlátomás már selejtkocsi. Mindjárt ezt megnézzük. Üvegeket már kizették belőle. Ezt nézzétek. Hát igen, ez már valószínűleg selejt. WC. Ez meg ott egy darásfészek. Úgyhogy így menjünk is ki rögtön. Igen, a WC-ben volt egy darásfészek. Nem volt túl nagy, de azért inkább jobb a békesség, ne piszkáljuk őket. Hát ezt nézzétek. Hát jó, még hogy össze van graffiti. Aha, és akkor itt van a pályaszáma. Téli is kocsi volt. Ilyen itt már jött a vonállomás, a Budapest déli. És ha már beleköltöztek a dadazsak, akkor valószínűleg már elég régóta itt van. Aha, ez pedig egy vezérlőkocsi. Ugye ezzel a mozdonyt lehetett irányítani. Ugye ez arra van, amikor a mozdony nem húzza a szerepényt, hanem tolja, és akkor innen irányítják ebből a vezérlőkocsiból. Hát, megnézhetjük még. Van itt egy-két semáró. És az például ott azt október 24-én se rejtezték. Jó, ezeket a posta BHV-kkel abszolút nem kár, tehát én örülnék, hogyha minél többet itt látnánk, csak hát a realizmus az most még az, hogy nem nagyon lehet őket se rejtezni, bár megérettek rá, de nem nagyon van helyettük más.
És ebben még benne vannak az ülések. Itt csak az ablakokat szedték ki. Hát itt is van egy pár selejtfogó. Az pedig ott már egy termeskocsi. Ezek a jó öreg húgyos ingák. A zöld műbődülésekkel. Ne. Ez pedig annak a kerékpárszállító része. Én itt eljött a kerékpárszállító. És itt a vezérlőkocsinak a vezetőfülkéje. Jó, ez csak légy. Légytől nem padázunk, csak az adasaktól. És látjátok, így néz ki a vezetőfülkéje egy vezérlőkocsinak. Engedélyezett sebesség 100 km/h. Vészfék. Ez pedig az éberségi berendezés, ami megmaradt belőle. Ilyet levonat befolyásoló. Még mi talán elmehetünk arra a másik végére, és ott is szétnézhetünk. Kerékpáros kocsi használati utasítása, persze, mert ugye kívülről nem lehet nyitni, csak belülről. És látjátok, ott még van egy termes kocsi, meg még egy pár másik BHV ott arrafele. A végéig még elmehetünk szétnézni. Ez például egy miskolci honállomású vezérlőkocsi volt, ami ugye egyben kerékpárszállító is. Nézzétek, csak tovább a döksort. Azt szintén 2018. október 24-én se lejtezték, ők elmét is. Az a másik viszont érdekes, az leégett volna, vagy nem tudom, az nagyon úgy tűnik, hogy az mint a kiégett volna. És ez pedig celldömölki kocsi. És tehát már láttunk egy délit, egy miskolcit, meg akkor itt van ez a celldömölki. Én egyébként pont az átmenő vágányon vagyok, úgyhogy innen gyorsan letakarodok. Bár most mit láttuk, hogy ablakos vonat nem jön. Aztán nem tudom, hogy van-e tehervonat ezen a szakaszon, de úgy tudom, hogy nincs. Aha, ezt nézzétek. Hát ez igencsak oda kozmált. Hát ez ropogósra. Ez pedig egy jóhány vannak. Húgyos ingák minden irányból. Nézzünk meg a túloldalon, mik vannak. Hát itt is főleg BHV-k, meg egy-két, és ezek főleg termes kocsik. Egy-két fülkéset halátni. És ezt nézzétek, ez a sorompó érdekesen áll, mert félig le van tekerve. De egy-két itt kezdődik nagyjából a rendezőpályaudvar, ez a kis mini. És hát, na most pont szembefényben van, nem nagyon látjátok. Nézzétek, hát erre van még egy földút, ami is nem tudja, hova vezet. De nekünk itt az átjáron keresztül kell menni, és akkor a járműjavítóhoz visszajutunk. Hát akkor ez a kis videó, ez ennyi lett volna. Piroska megállóhely, rögtön a bemutatása és hozzátartozó rendező. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Többit tudjátok. Sziasztok!